Kiélezett meccsen 1-0-ás győzelmet aratott a Békés Csaba 1912 előre labdarúgó csapata idegenben a Kazincbarcika ellen. A labdarúgó MB2 első két tavaszi fordulóját még decemberben lejátszák, így a csapatoknak nem csak egymással, hanem az időjárási körülményekkel is meg kellett küzdenie vasárnap délután. Az első félidő kevés helyzetet hozott. A csabaiaknál Birtalan, míg a hazaiaknál Pálmes és Boros járt közel a gólhoz. A 66. percben Süttő szabadrugása után bravúrral védett Ribánszki, a csabaiak kapusa. A 83. percben Birtalan szabadrugása után Urbin Péter fejelt gólt, de Les miatt érvénytelenítették a találatot. A meccs mégsem végződött gól nélkül. A 90. percben Urbin lerántásáért Böcskei játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt Birtalan botont váltotta gólra, így Békés Csaba 1-0-ra megnyerte a mérkőzést. A sikerrel Boyer Gábor együttese a harmadik helyről várja a Szeged elleni vasárnapi évzáró találkozót.